békepárti demonstrációkká változtak a május 1-i felvonulások Európa szerte az idei munka ünnepén. A közép-olaszországi Assisiben a legnagyobb szakszervezet vezetője azt mondta, hogy muszáj megállítani ezt az abszurd háborút és megelőzni, hogy világháborúvá szélesedjen. A dél-franciaországi Marseille-ben és más francia nagyvárosokban a radikális baloldali felvonulásokat a rendőrség megtiltotta. A hagyományos szakszervezetek viszont több ezres tömeget hívtak össze Marseille-ben, Nantes-ba és Rennes-be. Országszerte mintegy 170 ezeren vonultak fel. Moszkvában tartottak egyedül Vlagyimir Putyint és a háborút támogató május 1-i demonstrációt. A szervezők autós felvonulást tartottak a központban, majd a Győzelem parkjában virágokat helyeztek el a II. Világháborús emlékműnél.